A mot a fogadóval átellenben a kert és benne a fák, melyek alatt először láttam meg őt. Ez időtől számítom életemet, a világ lételét. Írja visszaemlékezésében Petőfi Sándor, felidézve 1846. szeptemberét, amikor Nagy Károlyba érkezett, hogy részt vegyen az alispán beiktatásán, és az aranyszarvas fogadóban szállt meg. Az elkövetkező napokban az aranyszarvas fogadóban rendezik meg a megyebált, ami a korszaknak az egyik legnevezetesebb eseménye volt, és itt Petőfi eldöntötte a táncoló lányokat figyelve, Julián megakadt a szem, és azt mondta, hogy már pedig nekem ez a lány kell. És gyakorlatilag innen számíthatjuk az ő kapcsolatukat, egy közös tánctól. Ez pedig már az Erdődi Vár, amelynek kápolnájában 1847. szeptember 8-án a fiatal pár örök hűséget esküdött egymásnak. Esküvőn középkori regényességgel ment végbe, az Erdődi Vár kápolnájában korán reggel. Szerettünk volna én is, menyasszonyom is helyhez és alkalomhoz illő komoly és ünnepélyes arcot ölteni, de ez sehogy sem sikerült. Folyvást mosolyogtunk egymásra. Írta Petőfi Sándor esküvőjük után néhány nappal. Megteremtette a magyar irodalomban a hitvesi költészetet. Ez egy teljesen új tematika. Petőfi előtt nem igazán beszélhetünk arról, hogy hitvesi költészet. Költőink udvarló versekkel, bókok sorával köszöntötték kedvesüket, de házasságkötés után elhallgattak. Petőfi Sándor az egyetlen olyan költőnk szinte a romantika korában, aki a hitveséhez is ugyanolyan érzelmi telítettségű verseket ír, mint a kedveshez, tehát mint udvarlások idején. Az Erdődi Vár részleges restaurálását uniós forrásokból idén fejezték be. Munka azonban még akad, hiszen abból a bástyából, amelyben egykor a kápolna volt, csak egy falrész maradt. Pár évvel ezelőtt jártunk itt, és akkor még ilyen birkák járta nyomokat találtunk, akkor is örültünk, hogy még van, megmelengette a szívünket, de így, hogy most láttuk az oltárt is a püspökségen, meg most látjuk a helyreállított várat, ez teljességgel megnyugtat, és nagy örömmel nyugtáztuk, meg bennünket is arra készített, hogy mi Magyarországon a Petőfi emlékhelyeket nagy gonddal őrizzük. Az Erdődi Várhoz tartozó kertben lévő obelisznél már 15 éve emlékeznek Petőfi Sándorra és feleségére, Szendré Júliára. A pár többször sétált együtt a mára már kiszáradt tavacska partján. Ez a kastélykertnek egyik része volt, ahol a várkastély úrhölgyének, kisasszonyának ott a kor lehetőségeihez mérten, ugye csónakázási lehetősége volt. Hát természetes dolog, hogy akkor ki volt mélyítve az a tó, hogyha ma is ezt megcsinálnák, akkor valószínű, hogy még turisztikai vonzás ereje is lenne. A felújított Károlyi kastélyban Petőfi Sándor és Szendré Júlia közös életútját bemutató tárlat nyílt az évfordulón. Kiderült, hogy ugyan kötött második házasságot, született még 4 gyereke, akiből hát 3 megélte a felnőtt kort, de valahogy az életének a legszebb évei mégiscsak a Petőfi mellett voltak, mert Petőfi az, aki őt vele egyenrangúnak tekintette, ő és közös barátjuk Jókai megérezte benne is a tehetséget, őt nem zavarta az, hogy a felesége is olvas és ír, és nem pedig evédet főz. A Nagykárolyi ünnepség a városközponti Petőfi szobornál ért véget.